Köszöntöm nézőinket! Önök a DSTV Pro Art című kulturális magazinját látják. Országszerte tartottak megemlékezéseket a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából, itt természetesen Dunaújvárosban is. Szerda délelőtt 10 órakor a 48-as emlékműnél városunk vezetői, pártok, civil szervezetek, iskolák képviselői, érdeklődő városlakók ünnepeltek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Kellemetlen, ám bár igazi március 15-i idő köszöntött ránk az idei esztendő nemzeti ünnepén. Nagyjából olyan, mint 175 éve. Korabeli dokumentációk szerint borult, esős idő volt a forradalom kitörésének napján, maga gróf Széchenyi István tréfásan esernyő forradalomnak is nevezte az eseményt. Az idő elteltével a 48-as forradalom megítélése is változó volt, a legújabb korban pedig 1989-ben volt először munkaszüneti nap, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep, egyben a magyar sajtó napja, annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit. A dunaújvárosi megemlékezésre sokan érkeztek a 48-as emlékműhöz, ahol Csibri Istvánné a Petőfi iskola volt pedagógusa, az MMK szakmai munkatársa mondott ünnepi köszöntőt. Beszédében megidézte a 175 évvel ezelőtt történteket, de elsősorban Petőfi Sándor személyét helyezte mondandója fókuszába. Tette ezt részben azért is, hiszen az idei esztendőben ünnepeljük az egyik legismertebb magyar költő születésének 200. évfordulóját. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Emlékezni, ünnepelni jöttünk szabadon. Nem volt mindig így, hiszen a szabadságharc bukása után még beszélni sem lehetett március 15-éről. Eltörölték a háromszínű zászlót, még a Kossuth szakállt is megtiltották, sőt Rákóczi nótát sem lehetett énekelni. Aztán a történelem viharaiban hol engedték, hol nem ünnepelni. Aztán próbálták átpolitizálni az eseményeket, de egy valami nem változott, üzenetértéke és lelkesítő ereje. Azt gondolom, hogy a reformkor a magyar történelem egyik legdicsőségesebb időszaka. Az ő reformjaira adott megkoronát a márciusi ifjak megmozdulása élükön Petőfi Sándorral. Ők voltak azok, akik löketet adtak az igazi forradalmi átforduláshoz. Ez ugye március 16-án történt Bécsbe, amit Széchenyi és Kossuth vívott ki. Mikor is ünnepeljünk? Nyilván most március 15-én, ami azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb ünnep a mi történelmünkben. De ma, mikor 200. évfordulója van ebben az évben Petőfi születésének, azt gondolom, hogy egy kicsit ővele kell foglalkoznunk többet, mert mikor is legyen, mikor is emlékezzünk Petőfire, aki tulajdonképpen, ha mai szóval élünk, akkor ő volt a március 15-e arca, sőt, évekig Petőfi napnak tekintették ezt a napot. Ki is volt Petőfi költő, de sokkal több is. Mikor ünnepeljük, ha nem ma, hiszen január 1-én született, hát akkor nem szoktunk méltósággal ünnepelni. Halála napját nem elegáns, ráadásul 70 vagy sok-sok év kellett, mire még mindig nem tudtuk eldönteni, hogy vajon mi is történt vele. Ugye 49. június 31-én nyoma veszett a segesvári csatánál. Annyit tudunk, hogy gyalog ment a csatába, mert a lovát elálverezték előző napon. Talán, hogyha azon megy, akkor túléli az ütközetet. És akkor azt gondolom, hogy most, március 15-én kell kiemelten kicsit méltatni őt. Ha megkérdeznénk a mai utca emberét, hogy mi jut eszükbe róla, akkor talán legtöbben a Nemzeti Dalt mondanák, vagy a János Vitézt, amit 6 nap, 6 éjszak alatt írt, vagy talán azt, hogy a nép szegény fiából emelkedett ki. Ha az irodalom történészeket kérdeznénk, akkor ők azt mondanák, hogy
hogy a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja volt, akinek az élete tele volt ellentmondással, izgalmas történetekkel, kevésbé ismert tényekkel. Az ünnepi beszédet követően a Petőfi Sándor általános iskola harmadik osztályos tanulóinak műsorát nézhette végig a szép számú nézősereg. A kisdiákok méltó és megható módon emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc kitörésére. A 12 pont mellett elhangzottak a forradalmi célkitűzések, azaz a Habsburg uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása. Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárult. Elsőként a város nevében Pintér Tamás polgármester és dr. Molnár Attila jegyző koszorúzott, majd pártok, társadalmi, civil szervezetek, képviselői, oktatási, szociális és kulturális intézmények vezetői, magánszemélyek helyezték el az emlékezés virágait. Az ünneplő közönség a szózat közös éneklésével zárta a Dunai Városi megemlékezést. Március 15-én. Hétvégén a Szalki-sziget adott otthont a Dunaújvárosi Halfesztivál rendezvényének, ahol színes programok, gasztronómiai ínyenségek és halfőző verseny fogadta látogatókat.
Még alig voltunk túl a közelmúltban megrendezett Pentelei Kolbász Fesztiválon, már is egy újabb gasztronómiai megmérettetésre volt hivatalos Dunajváros apraja és nagyja az elmúlt hétvégén a Szalki-szigeten megrendezett Dunajvárosi Halfesztiválon. Ezúttal egyetlen ellenféllel kellett megküzdeniük a fesztiválra kilátogatóknak, ez pedig a kellemetlen időjárás volt. Viszont aki megküzdött vele, az egész biztosan nem csalódott. És ha már fújt a szél, akkor szabadon vihette a sok-sok finom illatot, a halászlejét mindenképpen. Szeretnénk minden hónapban egyébként rendszeressé tenni, hogy városunkban olyan rendezvények lesznek, amik különböző élményekkel szolgálnak az itt lévő lakóknak és a lelátogatóknak természetesen. Nekünk nagyon fontos az, hogy közösségeket teremtsünk, és azért is szerettünk volna olyan embereket összehozó rendezvényekkel megtölteni a lenti Szalki-szigetet, hogy minél többen összejönnek, minél többen tudnak különböző témákról beszélgetni, és ezáltal nagyobb közösségeket alkotva boldog csapatokként végigvinni a hétköznapokat. A halfesztivál rendezői komoly kis forgatagot rendeztek be a kemping területére, és tényleg mindenféle halas étellel lehetett találkozni, illetve kóstolni, vagy akár lakmározni belőle. A legkisebbeket Vidámpark is szórakoztatta. A színpadi produkciók is ígéretesek voltak, Curtis személye sokakat vonzott az esti forgatagba, de a Dunajvárosi Óvoda kórusa is szívet melengető dallamokat énekelt a nagy érdeműnek. Ahogy körbenézünk, azért jól látható, hogy ez igen népszerű lesz a rendezvény, bár egyelőre sajnos az időjárás nem fogadott minket kegyeibe, ennek ellenére nagyon szép számmal jönnek a látogatók. Este 7-kor biztos, hogy megtelik a tér, hiszen Curtis fog fellépni, de már annak ez is nagy öröm számunkra, hogy itt az óvodai kórusra is sokan kíváncsiak. Elkészültek a halászlék, hamarosan a zsűri megméretteti őket, és egy körbenézünk, különböző hal különlegességekkel lehet találkozni, haltepertő, halkolbász és egyéb ingyenségek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki ide lejön, az jól érzi magát. A sok-sok halétel és az egész szigeten terjengő illatok mellett sem mehetünk el úgy, hogy ne szóljunk a fesztivál halfőző versenyéről. Ízlések e tekintetben természetesen nem egyformák, így eldönteni sem könnyű, hogy melyik halászlé a legfinomabb. Ezzel a feladattal kellett megbirkóznia a Szabó Zsolt gazdasági alpolgármesternek is, aki a halfőző verseny zsűriében kapott helyet. Bevallom őszintén, hogy az alpolgármesteri munkám egyik legnehezebb feladata előtt állok, mert az én családom egyik része sváb, így ők ugye másként főzik a halászlét, mint a családom másik része. Ebből fakadóan nálunk egy örök vita, hogy milyen a jó halászlé, de remélem, hogy a zsűriben a többi kollégával közösen ki tudjuk majd alakítani azt az igazságos álláspontot, amivel a legügyesebb szakács fog győzni. De talán nem is ez a lényeg, hogy ki fog nyerni, hanem az, hogy itt vagyunk együtt, és a közösség erejével túl leszünk ezen az időjárás okozta nehézségen is. Időjárás ide vagy oda, azért egy halfőző verseny az halfőző verseny. Több csapat is nevezett a megmérettetésre, és érdekes volt látni, ahogyan halálosan komolyan véve a feladatot, aprólékosan és szisztematikusan készültek a hallevesek. Nógrádból is érkezett egy 4 fős csapat, igen, jól tetszettek érteni, Nógrád megyéből, akik aztán el is vitték a pálmát a legjobb halászlével. Nógrád megyéből jöttünk Pásztorról. Ez egy családi csapat. Pásztón a Zsigmond napokon többször részt veszünk, díjakot hoztunk el. Most megpróbáltuk itt a halászlét főzéssel. Bízunk benne, hogy sikeres fog lenni. Milyen halászlét készítettetek? Mi a titka a halászlétoknak? Halászlének az a titka, hogy halból van, egyik az. A másik az, hogy pontyból készítettük, és harcsafilé van benne. Ismerős csapattal is találkoztunk a halfesztiválon, a Főkoholisták csapatával. Igaz, ők 2 hete nyerték meg a városi kolbásztöltő versenyt. Nos, a kolbászon kívül halügyben is nagyon tudnak valamit, hiszen a Korhely halászléjuk ezüst érmet érdemelt. Most is egy különlegesebb ételt hoztam, egy Korhely halászlét, ami nem piros paprikás, hanem inkább a tárkony és a tejfölös habarás dominál benne. Ponyból, és ugye amit a rendezők adtak, pontja abból készült, és hoztam hozzá pluszban a harcsa gerincet, harcsa pofát az alaplébe. Remélem, hogy jól, majd kiderül. A Dunajvárosi Halfesztivál egy kis időre most bezárta a kapuit, de a szervezők és a rendezvény támogató Dunajvárosi Önkormányzat
folytatást ígér, mégpedig májusban. Igazi kincses sziget volt a hétvégi csomagtartóvásár és bolhapiac új telepen. A kezdeményezés 2 hónap szünet után tért vissza, és a szokott módon visszatérő és új árusok is várták az érdeklődőket a változatos portékáikkal. A kincskeresők legnagyobb örömére a hétvégén már visszatért a csomagtartóvásár és bolhapiac néven futó kezdeményezés. A méltán népszerű forgatag már a tavalyi évben is nagy siker volt a városlakók körében, így nem meglepő módon visszatérő és új árusok is színesítették a felhozatalt. Ezért sem meglepő, hogy a vásárlókból sem volt hiány, bár az időjárás ennek a rendezvénynek sem kedvezett. Ennek ellenére pozitív volt a 2023-as indulás, amelyről Kronászt Margit szervezőt kérdeztük. Márciussal megkezdtük az idei idényünket, most tartjuk az első csomagtartóvásárunkat, a hideg idő ellenére szép számmal vannak mind árusok, mind pedig vevők, és megint el kell mondanom, hogy újra vannak vállalkozó szelleműek, akik eddig nem voltak, tavaly óta hallottak a rendezvényről, és akkor beregisztráltak és eljöttek hozzánk árulni. Ugyanaz időjárás nem volt a legkegyesebb a hétvégén, így is nagyjából 40 árus és szép számú vásárlóközönség részvételével zajlott az esemény. Vannak már tervek a folytatásra is, megvan már a következő piac időpontja is, és a későbbiekben persze visszatérnek majd a szó szerinti csomagtartó vásár formátumhoz. Körülbelül 40 árusunk van, tehát hozzuk azt a szokásos számot, akik szoktak jönni. A felhozatal az nagyon vegyes. Gyakorlatilag bármit lehet találni a ruhákon keresztül, a gyerekjátékokon át, könyveket, növényeket. Tényleg bárki bármilyen kincsre rátalálhat. Vannak idére terveink, a naptárunkat azt már kiraktuk a Facebook oldalunkra, a következő rendezvényünk az április 22-én lesz, akkor még itt leszünk az iskolában, a későbbiekről pedig majd folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. A kínálat tényleg szerteágazó, könyvek, játékok, ruhák, használati tárgyak, gyakorlatilag bármi, amit az otthonainkban megtalálhatunk. Vagy éppen akár olyan dolgok, amelyek pont hiányoznak egy-egy háztartásból. Juhász Gyula például kifejezetten a retro tárgyak gyűjtésével és árusításával foglalkozik. Elmondása szerint jó látni, hogy a fiatalabb korosztály érdeklődik a könyvek vagy a fényképezőgépek iránt. A legértékesebb eladott tárgya például egy nagyon régi televízió volt. Kedvencem a retro tárgyak értékesítése, szerszámok, gyerekjátékok, könyvek, hanglemez, DVD, amit csak el lehet képzelni, szerszámok. És most már azt lett, hát több mint 5 éve. Úgymond már törzsgárda lettem itt a Bolha piacon. Hál' Istennek az évjég szervezése az a mai napig csúcs, nagyon szeretem, meg még amikor megszervezik a garázsvásárt. Ugye ott egyszerűbb kipakolnunk, nem kell autóba ide-oda, ott a garázsban bőven elfér van hely. Műszaki dolgot, tehát fényképezőgépet, videókamerát, ez amit mostani, ami érdekes volt, hogy fiatalok vették meg, tehát fényképezőgépet, ami manapság már nem divat, ott van a telefon, illetve még a könyveknek egy kicsi jobb piaca van már, mint régebben, kezdik talán értékelni, és hál' Istennek már láttam olyan embert a városban, fiatalt, akik olvas. Tehát ez egy mai napig azt mondom, hogy a szókincsünk alapja, a tudás alapja az olvasás. A vásárlók is rendre megtalálják a számukra kedves termékeket. Szabóné Lucó Mária első alkalommal látogatott el a Bolha piacra, ám rögtön talált magának reggeliző és teás készletet, díszes porcelánokat. Csak először jöttem el, már tudok róla hosszabb ideje persze, az egyik barátnőm a főszervező, és most elhatároztam, hogy eljövök végre. Úgyhogy bűnöztem is már, most csomagolják a második adag beszerzésem zsákmányomat, amit vettem, és nagyon fel vagyok dobva. Rá vagyok kattanva a régi porcelánokra, és vettem egy, meg is nem mutatom meg, mert akkor ki kéne csomagolni, vettem egy zsolnai tető nélküli kannát, amiben vágott virágot gondoltam, hogy teszek majd. Ez a nagyon érdekes, ilyen narancsos színű verziója, meg itt találtam régóta vágyott alföldi porcelán art deco mintás tejás készletet, reggeliző készletet. Jól sikerült tehát az idei első csomagtartóvásár és bolhapiac rendezvény. Folytatás április 22-én, minden további információ pedig a kezdeményezés közösségi oldalán található. Hétvégén megrendezték az idei esztendő első Tökmag bazárját a Munkásművelődési Központban. A jó minőségű használt babaruha és gyermekjáték bőrze mellett csillámtetoválás
és Csibri Istvánné Erika jóvoltából mesefoglalkozás is várta az érdeklődőket. Egy rövid szünetet követően ismét benépesült árusokkal és vevőkkel a Munkásművelődési Központ aulája. Az év első Tökmak bazár forgatagára várták az érdeklődőket. A rendezvény során érződött is a kihagyás, hiszen közel 20 árus pakolta ki a portékáit, amelyek közül szép számmal válogathattak a visszatérő és új vásárlók. Ez az esemény egyike az MMK azon rendezvényeinek, ahol az alkalmak során tényleg egy jó hangulatú közösség alakult ki a közös érdeklődés és élethelyzet mentén. Idén első alkalommal került megrendezésre a Tökmak bazárunk, ami az MMK-nak már egy hagyománnyá vált gyermek, baba, mama kis bőrzéje. A következő alkalom májusban lesz porondom. Most közel 20 árussal vagyunk jelen. Csibri Istvánné Erika néni tart hamarosan 3 órát a gyermekfoglalkozást. Kolléganőkkel csillámtetoválást készítünk, és várunk mindenkit nagy szeretettel a következő alkalommal. Kovács Blanka szerint, ha a felvonultatott árukra pillantunk, ténylegesen azt látni, hogy jó minőségű, hasznos dolgok cserélnek gazdát jelképes összegekért. Ez a családok számára hatalmas segítséget jelent, hiszen nem kell minden alkalommal mindenből újat vásárolni a gyermekeiknek. Azt gondolom, hogy a varázsa abban rejlik, hogy babák mindig születnek, babák mindig lesznek, és hatalmas nagy segítség a szülőknek, hogy például márkás vagy címkés ruhánkat minimális jelképes összegért tudnak vásárolni nálunk. Sáfrán Kata rendszeres résztvevője a Tökmak bazároknak. Elmondása szerint jó, hogy a rövid szünetet követően visszatért a rendezvény, ezt pedig alátámasztják a vásárlói igények is. Azért fontos, hogy mi mindig találkozunk, mert mi már egy közösséget alkotunk, úgyhogy egyrészt ezért. Vannak anyukák, akik már süteménnyel jöttek, hogy ne éhezzünk itt. Úgyhogy nagyon jó közösséget alkotunk, tudunk egymás gyerekeiről, kérdezzük is egymást, hogy hogy vagyunk. Kettő, jön a tavasz, úgyhogy mi is szeretnénk felruházni a saját gyerekeinket, és másnak is szeretnénk ruhákat biztosítani, tehát akik nem a közösségünkből vannak, hanem külső vásárlóink. És egyébként úgy látjuk a mai nap folyamán, hogy vártak is már minket, úgyhogy volt érdeklődő is, és vásárlói igény is. A Tökmak bazár közössége már túlmutat az MMK-ban szervezett adok-veszek eseményeken. Az eladók és vásárlók olyan szülők, anyukák és apukák, akik az online térben és a vásárokon túl is szívesen beszélgetnek egymással. Létrehoztak például egy online csoportot is erre a célra. Viki és az Ica fog össze minket az elejétől fogva, és létrehoztak egy messenger csoportot, ahol úgymond recepteket is osztunk meg egymással. Ha valaki keres valamit, akkor összehozzuk ezt a kis bizniszt, úgymond cserét vagy adókveszeket, és akár segítünk, nálunk például a keresztányomnak kisbabája születik, és a baba kocsira keresett első köppenyt, és akkor kiírtam, hogy van-e valakinek is, hogy hozna el szombatra. És akkor így összehozzuk így az ismerősöknek is ezeket az eladásokat. Márciusban is megannyi változatos program várja az MMK látogatóit. A színes paletta mindenkinek biztosít egy-egy izgalmas rendezvényt, amelyekért érdemes ellátogatni településünk egyik legnépszerűbb kulturális intézményébe. Remek eredménnyel vettek részt az M3-as metró felújításához kapcsolódó rajzpályázaton a Vezdide Kápó Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti ágának növendékei. A sok száz beérkezett alkotás közül a diákok egyéni és csoportos műveikkel is sikert arattak. Szép sikereket értek el a Vezdide Kápó Alapfokú Művészeti Iskola növendékei az M3-as metró felújításához köthető rajzpályázaton a fővárosban. Az iskolából összesen 4 pályaművet küldtek be, 3 egyéni és egy páros alkotással pályáztak. 2018 és 2020 után utoljára tavaly hirdették meg a diákok számára kiírt alkotópályázatot, a metróvonal felújításához kapcsolódva. A 2022-es kiírásban végül a 4 vezlis pályázatból 2-t is díjazott a zsűri. Ez egy országos pályázat volt, az M3-as metró felújítás keretein belül hirdették meg, most 3. alkalommal. Ezen az utolsón vettünk mi részt 4 pályamunkával, 4-et küldtünk be, ebből 3 egyéni volt és egy páros. A kiállításra két munka került be, amiből az egyik helyezetet is érte, külön díjas
külön díjat vitt el az iskola. Kis Anna büszkén méltatta a növendékek munkáit, mind az egyéni, mind pedig a páros munka igazán színvonalas alkotásokat eredményezett. A külön díjas munkát Kántor Dorina nyerte, ő a több korosztály szerinti díjazás volt, és Dorcia a középiskolás korosztályon belül versenyzett, úgymond, és ott nyerte meg a külön díjat. A másik munka, a páros, ami bejutott, ők pedig igazából azt nyerték, hogy a kiállításra bejutottak. Annyit kell tudni, hogy több mint 500 pályamunka közül választották ki az ő munkáikat. A páros Tóth Luca és Kohán Levente volt, de ezen kívül Simosz Szilvia és Szabó Emma vettek még részt a pályázaton. Az egyéni pályázók közül Kántor Dorina külön díjas lett, az alkotó folyamat és az eredmény apropóján igazán büszke az elért eredményre. A pályázók munkáit március 11-ig láthatják az érdeklődők a budapesti Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galériában. Ugye az M3-as metróról kellett rajzolni, és ez a kategória, amit választottam, az a, hogy a legklasszabb állomás szerintem, és ezt próbáltam lerajzolni, és az eredeti ötletem az lett volna, hogy szerettem volna, hogyha az egész ilyen pokol témájú lenne csontvázakkal és az ilyen dolgokkal, de a tanárnő azt mondta, hogy legyen valami változás is, hogy azért ne csak erről szóljon a dolog, úgyhogy ezt figyelembe vettem, és így eszerint próbáltam dolgozni, és a helyezés, amit elértem, az első lettem a kategóriába, és külön díjat is kaptam. Kohán Levente számára igazán különleges volt a közös munka. Mint azt elmondta, az alkotó folyamat során Tóth Lucával folyamatosan együtt ötletelgettek, hogyan lehetne még jobb az elkészült mű. Hát ugye azt is megbeszéltük, hogy ilyen buborékokban legyenek a részek, hogy mondjuk az előcsarnok, ahol mondjuk lemész, vagy ott, ahol beszállsz a metróba. Mind a ketten más színvilágot, meg ötletet raktunk vele, azért egy kicsit össze is beszéltünk. Aztán, amikor már kész lett a munka, akkor meg ugye kidészítettük a fekete M3-as lapot azzal a színvilággal, amit a Luca tett az ő munkáiba, mert az mind a kettőnknek tetszett. Kis Anna az intézményben zajló színvonalas szakmai munka elismeréseként értékelte az elért eredményt, egyúttal pedig gratulált a pályázó diákoknak, s megköszönte a közös munka élményét. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat újra megtekinthetik a dstv.hu-n, illetve a közösségi oldalunkon. Jövő héten egy új összeállítással jelentkezünk. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.